Original Mercedes Taxi, Folge 2. Nem nyelvleszkére jöttem. Második rész. Scheiße. Második résszel folytatódik a német Taxi Merci projekt. Ez nem német, de taxi. Rose 93 elnevezésű, eredeti, Magyarországon a 90-es évek elején használt taxióra, ami többek között az ilyen 124-es Mercikben is volt, és működik. Továbbra is esztétikázunk, sárga indexek, lámpa belső festés, hátsó rész. Ez az a műanyag diszléc, ami a rendszámlámpák fölé megy, a két hátsó lámpa közé. Ha hiszed, ha nem, ez egy bontott cucc. Nagyon olcsón vettem, mert koszos volt, és gondolta a gazdája, hogy nem ér semmit. Megtakarítva, kis műanyag ápolóval. Úgy néz ki, mintha új lenne. Újakat vettem a hátsó lámpából, utángyártottat, de újat. Itt vannak a cuccok. Ez még dobozos, ezt már kibontottam, hogy meg tudjam mutatni. Figyelj, szerintem nem rossz, és ami lényeg, hogy új. Szép! A gyárit bontottan ilyen 20-25 ezer adják darabját. Megmondom, nekem annyit nem ér. Főleg azért, mert nem a belseje kell, a belseje megtartós, amiben az izzók meg a foglalat van, hanem csak a külső rész, a lámpa búra, és abból én szerintem szebb, hogyha tiszta újat veszek. A Jobbik után gyártottat, hát ha van ilyen egyáltalán, a Jobbikat vettem. A három betűs, az a TY. Borzasztó. A Kína Tajvanjának, a Bangkokjának dzsungelében készíthetik, olyan sorjás, mint az állat, semmi nem passzol, beljebb kerül az index, fölakad a tömítésen, eláll, egyszer vettem, soha többé nem veszek, a depós nem rossz, úgyhogy depósat kerestem. Illeszkedésre sem tapasztaltam a depóval egyébként problémákat. Nézzem meg, ez nagyon kell a hátuljának. Szerintem szép lesz. Kovács autóalkatrész töredet, nem reklám. Egyszerűen tényleg jó a szolgáltatásuk. Ha már jött, akkor hozattam hozzá kis szerviz cuccokat is, olajszűrőt, levegőszűrőt, olajakat. Semmi extra. 10V40-es, kimondottan dízelbe való. Az a lényeg, hogy félszintetikus legyen, mert ezek az öreg dízel motorok még nem kérték a teljes szintetikus olajak, én tökéletesen jó lesz bele, az a lényeg, hogy gyakran cserél. Mutatok egy olyan alkatrészt, amit nagyon könnyű kicserélni, baromi nagy változást. Nem tudok ezzel már mit csinálni, nézd meg, megkapta a nap is, gondolom 1000 éves. Megtisztogattam, de ilyen nagyon koszos. Lehet, hogy ez valakinek az ujjáról a zsír van ráragadva. Ha zsírtalanítóval neki mennék, megcsináltam a másiknál, ezek a piktogramok egy az egyben letörlődnek róla. Nem kell. Nagy. Leütöttem a kamerát. Nem egy bonyolult dolog leszedni, és 1800 forintért itt van hozzá az új. Ide kell majd egy új izzó is. Látom, hogy a foglalat nem tökéletes. Viszont mindenek előtt kiszedjük ezt az ereszt és megpucolom, ha már új lesz a kapcsoló. Itt is van egy izzó, ami ezeket itt körbevilágítja, úgyhogy azt is ki tudom cserélni. Hát azt már meglátjuk, hogy hogy sikerül. Innen ki tudtam húzni ezt az égőt, és látod, hogy full fekete, tehát ez biztos, hogy nem világítana. De jó lesz. Szerintem tiszta. Ez a régi gomb. Nézd meg, hogy miért nem lehetett volna ezt felhasználni. Ebből darabok hiányoznak. Tehát a használattól az 1 millió kilométer alatt a körmök gyakorlatilag kitörtek belőle darabokat. Hoztam izzót, ilyen megy bele. Látod a régit mennyivel feketébb? Nézzük, működik-e. Yes! Öreg autó, semmi nem megy egyszerűen. Öreg autó! Ott is lenne egy izzóhely, egy foglalat, ami kitört belőle. Ezt nem is tudom újra visszatenni. Inkább leszigeteltem a kábelt, hogy ne érjen össze. Maga a kapcsoló így nem fog világítani, csak körülötte. Az a baj, hogy foglalatot nem tudsz külön beleszerkeszteni sem, megvenni sem, úgyhogy ahhoz kell egy kapcsolóház. Egyelőre tudok vele élni, majd ha nagyon zavar, akkor veszek egy kapcsolót bontottan. Itt a szutyok, a millió kilométeres. Ez meg a tiszta új. Gyári Mercedes alkatrész. És ha sötétben megnézed, ezek most már világítanak. Ó, látod? Ja, most látom. Fordítva raktam be a kapcsolót. Ez így nem maradhat. Na. Most a jó. A hűtőrács visszahelyezése előtt fehér indexeket is vissza kell cserélni a gyári narancssárgára, és az a baj, hogy ha már ezt kiveszem, akkor hozzáférek ehhez is, úgyhogy szerintem megszabadulok az első lámpától is.
Lámpa kint, üveg lent. Hát vigyé. Egész jó a foncsor. Ez nem kell semmi, de jó. Szép, fényes, kicsit meg kell törögetni. Port kiszedni belőle. És akkor az a lényeg, hogy ezt a részt, ezt világos szürkére kell visszafesteni, és az adja meg a lámpának az újszerű hatást, meg persze a lámpa üveget, mert ez még rendes üveg, és gyári ráadásul, mert gyári Bosch üveges, úgyhogy ezt az üveget egy kicsit kipolírozni. Kiragasztottam, professzionálisan letakartam. Az a lényeg, hogy a ragasztó szélei mindenhol oda vannak ragasztva az üveghez, hogy az üveg semmiképp ne lehessen festékes. Találtam sprét is. Ez a világos ezüst szerintem ez jó lesz. Nézzük, mennyivel világosabb, mint a mostani üveg. Amíg az szárad, addig a lámpatesttel ugyanezt megcsináljuk. Itt legjobban a két foncsorra meg a foncsor szélére vigyázunk, főleg úgy, hogy ezt a részt nem érdemes szabad kézzel, mármint hogy ujjal összetapogatni. Hátsó lámpák közötti diszléc felcsavarozása előtt tartozom egy vallomással. Néha, amikor már lemegy a nap és sötét este van, kijárok a kocsihoz és felkapcsolom a lámpát, hogy gyönyörködjek a műszerfal világításban. Megint a múltból jön, hogy amikor tiniként ültem a hátsó ülésen, vagy jobb egyben, és ment a taxis, én azt néztem, hogy milyen jól világít a műszer. Semmiféle különleges dolgot nem kell elképzelni, nem voltak ledek, halvány, derengős, olyan sárga, tudod, az a meleg fény, és az annyira megragad bennem, hogy néha kijárok esténként, és felkapcsolom a lámpát, hogy nézegessem, és így visszajönnek az emlékek. És hallom, hogy szól az URH, visznek diszkóba. 25. Lényeg, hogy az ilyen esti műszerfalas szórakozás közben körbejártam egyszer a kocsit, és észrevettem, hogy a hátsó rendszám lámpákból csak az egyik világít. Mielőtt ezt felraknánk, hiszen ezzel már nehezebb hozzáférni, először a rendszámlámpát kell kezelni, hogy működjön. Tudom, hogy mocskos lesz, mert a 123-asnál is mindig az, úgyhogy ki kell mosni a komplett házat. Melyik nem világ? Ja, ez jó, ez nem. Oké, ezt szedjük ki. Bár ezt is ki kéne, mert tiszta mocsuk a belsője. Sok javítás nem lesz. A hiba oka ugyanis az, hogy nincs benne izzó. Persze, ahogy sejtettem, tiszta mocsok, úgyhogy azért el kell takarítani rendesen. Igen, fogkefe. És bár óvatosan kell csinálni, de az ilyen résekbe lapos csavarhúzóval be tudsz nyúlni. Persze úgy, hogy rajta van a rongy, és ki tudod piszkálni azt, akkor azt, ami oda beült sok év alatt. Jól befújtam ezzel a tisztítószerrel, és kicsit hagyom benne ázni, de ezen a peremén itt van egy tömítés, amit ki tud szedni. Csavarhúzóval óvatosan ki lehet piszkálni. Ez is jó bocskos.
Azt a rozsdát, ami így az érintkezőn keresztül befolyt a belsejébe, azt nem fogjuk tudni eltávolítani, de hát nézd meg, azért ez már átlátszó, ezen már sokkal jobban át fog világítani, mint amilyen előtte volt, tele fekete kosszal. Tömítés vissza, bele az égő, és mehet. Ne kövezd meg érte, de az izzó, amit beleteszek, az nem új. Itt találtam a garázsban a polcon. Ezt szoktam tenni azokat, amik működőképesek, és mondjuk valamiért kicserélem teljesen újra. Ez egy biztos, hogy használt, de szerintem működik, mert különben nem raktam volna el. És jön a teszt! Tadá! Egy újabb sikerélmény. Tudom, nem egy nagy dolog, nem lottó nyeremény, de az életben akkor leszel ám igazán boldog, ha az ilyen pici dolgoknak is tudsz örülni. A motivációs beszéd után látom, hogy rozsdásak a csavarok. Ezeket nem rakom össze. Többek között azért sem, mert nem belevalók. Nagyon pici, és hiába tekered, egyszerűen nem tudod megszorítani. Ez volt benne, és ilyesmi kell. Nyilván ez nem ugyanaz, mint a gyári, de nekem ilyen volt itthon. Biztos, hogy jó lesz, és meg is tudom vele szorítani a lámpát. Voilà. Így nézünk ki. És még mindig találtam egy melót a diszlét felrakás előtt. Itt vannak ilyen pici kezdődő rozsdák, amiket egyszer nem tudok elnézni, úgyhogy picit lekezelem, talán még le is festem, hogy ne rozsdásodjon tovább, és úgy menjen fel az a rohadt diszlét. Hát sose lesz vége. Nem túl durva, nem túl finom, 800-as csiszolópapír. Kimondottan ilyen javítószínem nincs, ez a 623-as a taxiszínkód. Van viszont gyári merci 681-em, ez egy picit sárgásabb, a diszléc alá meg jó lesz. Ja, kicsit sárgásabb, olyan madárteljesebb színe van. Jól tudom, nem vagyok egy Picasso, de céljának megfelel. Ami az volt, hogy ne rohadjon tovább. A diszletet nem rakjuk vissza rozsdás csavarokkal, be vannak áztatva. Ó, a kezemre be vannak áztatva rozsda átalakítóba. Addig nem rakom vissza, amíg ezek feketén ki nem jönnek innen, mert rozsdás csavart nem rakunk be. Leszedtem még a hangszóró rácsokat. Lehet, hogy a hangszórót is lekéne, mert nem túl szép. Mert nézd, ez egy fémháló amúgy, és hát itt látszik, hogy le is van kopva róla a festék egy csomó helyen, amit sima matt feketével fogunk orvosolni. Látod, itt nincsen csavar. Azért nincsen csavar, mert ez egy ilyen takaró lemez, ez alatt van a csavar, és az a trükkje, hogy ide be kell csavarhúzóval nem szabad, mert tönkreteszed itt a műszerfalat. Ide benyúlsz ilyen hegyes bizbasszal. Így. Elfordítod, látod? És hát jó. Szóval ennek úgy kéne működni, hogyha gyári lenne, és nem kókányolták volna szét mindenféle borzasztóan idióta és igénytelen. Mindenkinek jogában ne hülyének lenni, tehát te bántóan visszaélsz ezzel a helyzeteddel. Hogy ez ugrik le önmaga, nagyon óvatosan három darab ilyen patent fogja, és alatta ott a csavar, tehát ennek nem kéne följönni, de persze ebben semmi csavar nincs. De itt most jön az egész. Csak mutatom, hogy ha gyári autód van, nem ilyen megmutatott. Itt kéne lenni egy csavarnak, meg ott egy másik csavarnak. Természetesen itt egyik sincs, úgyhogy simán ki tudom emelni a rácsot. És amikor maga a rács kézben van, akkor nekem jobbra, tehát az utas oldalra meg kell húzni, és tessék, így kiugrik, azért, mert ilyen patentjai vannak, amiket visszahelyezéskor ide az A-oszlop takarója alá kell betolni. Fú, de csúnya ez a hangszóró. Itt végig guminak kéne lenni, tehát ez a hangszóró, ez megette az idő. Vagy felzabált az autó, nem tudom. Ez kuka, helyett tenni kell egy másikat. És nézd, ez sokkal csúnyább, mint az előző. Hát a jobb oldali még egész istenes.
le van szakadva a belseje a kónuszról. Gyári, oda néz, 124-820, high quality loudspeaker, van egy gyártási év. Ez ugyanolyannak tűnik, hát kicsit más az írás. Hú, ezen van évjárat. Azt mondja, hogy 20-19-90. Az azt jelenti, hogy 1990, nem, az nem, 19. hó olyan nincs. Már megszabadítottuk a hangszorrótól, akkor ezt a rengeteg mocskot, ezt eltüntetem innen. Na, kezicsókolom, tudom, nem látszik semmi változás, mi? Az van, hogy 12 centis volt a gyári hangszóró, és nem tudsz venni csak 10 meg 13 centiset. Azt mondják, a 13-ast bele kell erőszakolni, legalábbis a német merci fórumokon ezt írták, a 10-as meg simán bepasszol, úgyhogy volt itt GVC 10-esem, még a fehér 123-asba vettem, szerintem ez tökéletesen jó lesz, ide be van kötve. Nézd meg, tök jól passzol ide. Nem mozog. A frissen festett immáron matt fekete hangszórórács megúszik a helyére, és tökéletesen el fogja takarni. Oda néz. Na, benne van. És az autót korábban a kezeik közé kaparintó kóklerekkel ellentétben én tettem bele csavarokat. Jó, hát olyat, ami volt itthon, de ez most nem jön ki, ezt én cibálhatom, nem fog megmozdulni. Visszajön egy kis pattanós bigyó. Oda befigyel. Most a jó. Na, milyen lett?